Nos, lassan 2 óra van, és én a 2 órás busszal megyek a Vivihez ma, és viszem a kamerámat is, mert lehet, hogy engedi, hogy valamit ott videózgassak. Nem fogok onnan bejelentkezni, az biztos, nem hiszem, tehát 100%, hogy nem fogok onnan bejelentkezni, mert csak és kizárólag a Vivire, és az ottani emberekre fogok koncentrálni, tehát a családjára. Én ugye a Vivivel is nagyon-nagyon jóba vagyok, és a családjával is, és azért én megyek hozzájuk, hogy mindenkivel tudjak találkozni, úgyhogy nem hiszem, hogy onnan be fogok jelentkezni, de viszek magammal a kamerát, hát ha valamit le akarok videózni, még nem tudom, fogalmam sincs, hogy hogyan lesz. Egész jó idő van, hideg szél fúj. Időjárás jelentés megtörtént. És most gyorsan csinálok valami kaját, egy kis szendvicset, és aztán pedig indulok a buszra, és még ki kell találnom, hogy mit húzzak föl a lábamra, mint cipő. Elég érdekesen fogalmaztam ezt meg, de még ezt ki kell találnom, és aztán majd mindjárt indulunk. Na hát én ide értem, de a busz az sehol. Úgyhogy hát pedig... Hát azért lassan itt kéne lennie, ahogy látom. Megtanultam leolvasni az órát, úgyhogy most már tudom ezen is nézni. Tök boldog vagyok, de a busz az sehol nincs. Na mindegy, majd jön. Na, eltelt egy jó idő, és én már megint itthon vagyok. Hát nem videóztam semmit a Vivinél. Semmit az égvilágon, annyira elfelejtettem, hogy videóznom kéne, hogy nem videóztam. Nagyon jó volt látni, és valószínűleg még talán szerdán is megyek hozzá még egyszer. Úgyhogy nagyon örülök neki. Akkor mi van most? 6 óra van? 6 óra van, és most itthon vagyok. Átöltöztem, mint láthatjátok, ma már harmadjára. Átöltöztem, és most menni fogok, egy ismerősömmel találkozok a Széchenyi téren, úgyhogy most oda fogok majd menni, 8-ra megyek, ami azt jelenti, hogy kb. Egy óra múlva indulok, addig még, tegnap csináltam képeket a Béla telepről, illetve a nyaralóról, amit majd el kéne küldenem a nagynénémnek, úgyhogy azt meg kell csinálnom, meg mi volt még? Ja! Hoztam a szokásos Petrás formámat, figyeld. Lementem a buszhoz, hogy ugye várjak rá, és hogy felszálljak. Na hát az volt az utolsó bejelentkezésem, azt hiszem, hogy még mindig nem jön a busz. Na igen, akkor még csak azt hiszem olyan 3 óra, vagy 2 óra 3 körül volt, vagy valami ilyesmi. Viszont aztán így feltűnt nekem, hogy ilyen 2 óra 11-kor sem jön. És nem is jött, úgyhogy hát ilyen jó kis Petrás létemhez hűen elnéztem a busznak az indulását. Úgyhogy le kellett gyalogolnom, urán végre, ahol felszálltam a 4Y-re. Úgyhogy igen, ügyes voltam, és megint alkottam. Na, én elkészültem, úgyhogy most megyek be a városba, viszont nem fogom magammal vinni a kamerát, mert mindig nagyon-nagyon féltem. Úgyhogy most megyek be a városba, és lehet, hogy majd még jelentkezek, amikor hazaérek, lehet, hogy nem, még nem tudom, de hogyha nem jelentkeznék, akkor legyen nagyon szép napotok, sziasztok! Egyébként ti azt el tudjátok képzelni, hogy megcsinálják ezt a betont, és akkor te így végiggyalogolsz rajta. Hát, de hogy ennyire? Nézzétek, milyen mély. És végig, nézzétek ezt. Ez borzalmasan mély. Ki csinál ilyet? Egyébként sziasztok! 9-e van. És éppen egyébként délután olyan 3 óra. Szerintem. És éppen gyaloglok fel egy kicseszett dombon. Úgyhogy, hogyha furán veszem a levegőt, akkor bocsi, ez ezért van. Éppen megyek át az egyik barátomhoz, aki itt lakik a szomszéd dombom, vagy utcában, vagy nem tudom, elég közel egyébként. De azért mindjárt megmutatom, hogy mit kell nekem megnásznom ezért. Meg azért gondoltam úgy, hogy gyalog jövök, mert spórolok a buszjeggyel. Ezt kapjátok ki. Ez így végig úgy lefele még tovább. Utálom ezt a dombot gyűlölöm, de innentől kezdve már nem jön olyan domb. Egyébként, amikor már egy kicsit nagyobb voltam, és önállósulni szerettem volna, ami csak, hogy úgy megvalljam őszintén, nem gyakran fordult meg a fejemben,
akkor így errefele jöttem mindig iskolába. Általános iskolába, mármint. És egyébként akkor tök menőnek gondoltam azt, hogy így felkerekedek, és én oda úgy lesétálok. Úgyhogy majd megmutatom nektek, hogy körülbelül, hát nem megyek el teljesen az általános iskolámig, de megmutatom nektek az általános iskolámat azért. Jaj, kijöttem én már ebből a dombot mászunk dologból. Londonban nincsenek ilyen dombok. Vissza kéne szoknom, mert azért mégiscsak egy, majdhogy nem egy domb tetején lakok. Na mindegy, mert hogy konkrétan egy domb tetején lakok a hegy lábánál, valahogy így van szerintem a pontos megfogalmazás. Na mindegy. És egyébként most az időszak következett el, amit úgy hívok, hogy az utolsó hajrá, ami pedig azt jelenti, hogy az utolsó, attól függ, mennyi időre jövök, egy hét vagy pár nap, amikor úgy mindenkivel, vagy még egyszer, vagy valakivel még gyorsan találkozok. Úgyhogy a napjaim besűrűsödtek, nagyon durván, de mindegy, kibírom. Végül is én szerveztem meg így ezt az egészet, úgyhogy hát ki kell bírnom, és nem hoztam magammal ezt a kis kameratartó izémat, és mindjárt leszakad a karom. Egyébként megint csak olyan jó kis petrásan az esőben indultam el. Most már annyira nem esik, szóval itt van nálam az esernyő, de most annyira nem esik. Most ezt nézzétek meg, tehát mi ez az út? Mi ez? Borzalmas, utálom ezt a dűlőt. Szóval, csak úgy jó petrásan esőben indultam el. És nagyon-nagyon esős idő van, nagyon-nagyon esőre áll, és természetesen itt nincsen ilyen eső álló csizmám, hogy mondják ezt, vízálló csizmám, eső csizmám, nem tudom, hogy mondják ezt. Szóval nekem itt nincs ilyenem, úgyhogy a csodálatosan, úristen, de sáros, Jézusom, nem ár. A kedvenc cipőmbe jöttem, mert az a legkényelmesebb, és természetesen a legvízállótlanabb, mert szövetből van az egész, mert ez az a bebújós, retrós zokni cipő. Nagyszerű, mindjárt megmutatom. Szóval, hát így néz ki. Csodálatos. És egyébként itt olyan házak vannak, nem szeretem, csak azért szeretem ezt a környéket, mert ilyen szép házak vannak, hogy így lemész, és akkor ez egy domb, és akkor ott van a ház. Nagyon durva. És jó, meg ilyen így, ez nem is tudom micsoda, valamelyik házhoz tartozó kapubeálló, vagy kocsibeálló. Valami kastély volt itt szerintem, vagy én nem is tudom, de melyik házhoz tartozik ekkora telek. Tehát elég kemény. Most ezt nézzétek, mi ez? 50 000 autó is elfér ott. Egyébként a tegnapi napom nagyon-nagyon jól sikerült, és azt kellett észrevennem, hogy amióta kint élek Angliában, és hazalátogatok, meg hazajárok, és ismerősökkel találkozok, és persze természetesen a legtöbb ismerőssel ben kell találkozni a városban, mert a várost is szeretném látni, és akkor így összevonom a kettőt. Ebben mit akartam kihozni? Vagyis hát, nem tudom, hogy akartam folytatni. Szóval, igen, azóta olyan helyeket ismerek meg Pécsen, hogy, tehát amíg itt éltem Pécsen, most is itt élek egyébként, még mindig nem tartom magamat teljesen kiköltözve Angliába, de mindegy, szóval mondjuk úgy, hogy amikor itt éltem Pécsen, akkor mentem egy-két helyre, így bulizni, meg szórakozni, meg iszogatni barátaimmal. Mentem így egy-két-három helyre, ami még megszokott volt, meg minden. De most új helyre, ezt jól kimondtam. Szóval új helyre. Nem hiszem el, nem tudok beszélni. Miért akarom ennyire kimondani ezt, hogy helyre? Nem tudom. Szóval amióta új helyekre, nem. Szóval azóta új helyekre járok, és kutuli, szeretem a kutulikat, szóval
Szóval az a lényeg, hogy azóta több helyre jártam, mint egész eddigi életemben, és sok-sok új helyet ismertem meg, és néhányok nem is új, hanem már ott van nem tudom mióta, évek óta, és csak most megyek oda. Ez hogyan van? De most komolyan. De amúgy nagyon jó érzés. Tegnap is egy olyan helyen voltam, itt kell, most. Igen. Szóval tegnap is egy olyan helyen voltam, ami évek óta ott van, és hallottam is róla nagyon sok mindent, hogy milyen jó, meg olyanokat, hogy milyen szar, meg mit vén, különböző véleményeket. És tegnap voltam ott először. És ezt kell mondanom, hogy tök jó. Többször is vissza fogok menni. Biztos, mert nagyon jó hely. Csak drága. De mostanság mi nem drága, tehát minden drága. Mindegy. De az jó hely, na mindegy, most leteszem, mert borzalmasan fáj a karom. De majd még lehet, hogy jövök. Valószínűleg nagyon nem látjátok, de ott van a pázmány. Az azért régi iskolám. Ez itt. Ez is, az is az. És itt van rögtön, majdnem rögtön mellett egy temető egyébként. És ott lejjebb van egy templom is, úgyhogy nagyon kemény. Ez az utcája. És egyébként, hogyha urán végre akarok menni, akkor mindig erre megyek. De most nem oda megyek, úgyhogy arra megyek.